Kiskörös város képviselő testülete még 2019-ben döntött úgy, hogy támogatási szerződést köt a Róna Széki fürdő üzemeltetési feladatainak ellátására a Körös Szog Nonprofit Kft-vel 2020. december 31-ig. A támogatási szerződés tekintettel a veszélyhelyzetre 2021. december 31-ig változatlan feltételek mellett meghosszabbításra került. A járvány miatt a fürdő bevételek esettel így nem volt egyszerű az üzemeltetés. A Körös Szognon Profit Kft. sikeresen pályázott a kormány által kiírt vállalkozókat veszteséges sétevő COVID miatt, és ebben a pályázati rendszerben a fürdő üzemeltetés is komoly támogatást kapott Magyarország kormányától. Ez is sokat segített abban, hogy kicsit csökkentettük a veszteséget. A testületi ülésen az is elhangzott, hogy idén vált biztossá a Róna Széki fürdő milliárdos nagyságrendű fejlesztése, melynek előkészítése már megkezdődött. A város 510 millió forintos tervezési összeget kapott a kormánytól, mely által egyre közelebb kerül Kiskörös ahhoz, hogy a fürdőből egy modern gyógy- és wellness központ legyen. A tervezőket majd, amikor a kiválasztás, a közbeszerzése megtörténik, arra fogom kérni, és azt az irányt szeretném mindenképpen mutatni, hogy a kiskörösi fürdőnek egy optimális méretű, nem eltúzó és méreteiben, üzemeltetésében kisköröst meghaladó létesítménynek kell lenni. A gyógyvíz és a fürdő kiskörös egyik fontos turisztikai attrakciója lehet a beruházásnak köszönhetően. Van nekünk szerencsére Petőfi Sándor, és van egy ehhez kapcsolódó kultusz, van egy gyógyvizünk, ami az ország ötödik legerősebb gyógyvize összetételében, és van hozzá egy kitűnő gazdasági ágazatunk, ez nem más, mint a borászatok és a gasztronómiánk. Azért, ha ezt összerakjuk, egy turisztikai központá is akár léphetünk elő, és nem is csak. Magyarországi szinten, hanem nemzetközi szinten is. város önkormányzata és a Körösszolg Nonprofit KFT a fürdő üzemeltetésére a közfeladatellátási szerződést 2024. július 31-ig határozott időtartamra kötötte meg.